A Mosolygó Kórház Alapítvány 300 önkéntese csaknem 7000 kórházban fekvő gyermeket látogatott meg 2018-ban hazánkban. Az alapítvány célja a beteg gyermekek hangulatának javítása, de több területen is aktívak. Vendég a stúdióban a témával kapcsolatban Kelemen Alett, a Mosolygó Kórház Alapítvány nyíregyházi koordinátora. Jó napot kívánok! Üdvözlöm. Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Első körben én arra kérném, hogy mutassa be az alapítványt. Ha jól tudom, 2004 óta létezik, tehát már azért nem fiatal. Így van, az alapítványt 2004-ben alapította dr. Albert Royart. Ő egy holland bankár volt, aki azért érkezett Magyarországra, hogy segítse a beteg gyerekeket, miután világjáró útján, illetve Magyarországon tartózkodott ideje alatt, rájött arra, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy a kórházakban foglalkozzunk a gyerekekkel. Így 2004-ben létrejöhetett a Mosolygó Kórház Alapítvány. Az országban több ponton van jelen az alapítvány, így Nyíregyházán is 2006 óta folyamatosan működik. Mi végül is az alapítvány célja? Ugye ez a legfontosabb, tehát hogy önök azt tapasztalják, hogyha a gyerekosztályon jó hangulat uralkodik, akkor tényleg gyorsabban gyógyul a gyerkőc? Ez mindenképpen így van, és ugye nekünk is a legfőbb célunk ez. Mosolyra szeretnénk csalni a gyerekeket, vagy legalábbis azt elérni, hogy elfelejtsék egy picit azt, hogy ők kórházban vannak. És ezt különböző módokon tudjuk elérni. Bábozunk a gyerekeknek, társasjátékozunk együtt. Vannak nagyon kiváló zenészeink, akik akár gitárral, kongadobbal is nagyon remek hangulatot tudnak csalni a gyerekek arcára, illetve a nem utolsó sorban az ápolók arcára is. Akkor társasjátékozunk, színes kézműves foglalkozásokat tartunk, amire éppen a gyerekeknek igénye van. Valamikor csak beszélgetünk a gyerekekkel. Akkor, amikor én először találkoztam az önök nevével, nekem elsőként a Bóz doktorok jutottak meg, mondom őszintén az eszembe, mert hogy az ő elveik is valahol hasonlatosak, nem? Így van. Én a Bóz doktorokat tulajdonképpen kollégáknak tekintem, hiszen egy a célunk. Az ő céljuk is, és a mi célunk is az, hogy a gyerekek jobban érezzék magukat. És én szívből örülök annak, hogy nem csak a Mosolygó Kórház Alapítvány, de a Bohóc doktorok, és az országban több ponton vannak még egyéb kisebb alapítványok, akik azért dolgoznak, hogy a gyerekeknek jobb legyen. Én úgy gondolom, hogy együtt tudunk dolgozni, vagy legalábbis én itt Nyíregyházán azt tapasztalom, hogy a Bohóc doktorokkal jól együttműködünk, és bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz. Hát gondolom azért tényleg nem olyan túlságosan egyszerű kiszakítani a gyerkőcöket onnan a kórházi közegből, nem? Tehát sok esetben az egész családnak azért ez egy trauma lehet, hogyha hosszabb ideig ott van a gyerek, de nem feltétlenül csak ilyenről van szó, hogy hosszabb ideig ott tartózkodó gyerekeknek segítenek, hanem hogyha pár napra kerül be a kórházba, önök akkor is ott vannak, és megpróbálják jobb kedvre deríteni a gyerkőcöt, ugye? Így van. Nagyon fontos az, hogy amikor bekerül a gyermek, akkor alapból már egy stressz helyzetbe kerül, hiszen egy új környezet, új emberek, furcsa nénik, bácsik, akik ott vannak körülötte, csupa ismeretlen arc. Ráadásul még beteg is. Így van. És ugye kapnak injekciót, gyógyszereket, nem tudják, hogy mi történik velük. Ekkor nagyon sokat tudunk mi is segíteni, hogy oldjuk a hangulatot. És az teljesen mindegy, hogy 2-3 napig van bent egy gyermek, egy hétig, vagy akár hónapokig. Gondolom az egy dolog, hogy ugye a szülő is ott van, hát az azért megnyugvás a gyereknek, de az önök jelenléte pedig még plusz pozitívumot tud hozni. Így van. De helyettesíteni nem helyettesítik a szülőket. Nem, azt nem tehetjük, és nem is tudnánk megtenni. Helyettesítjük a szülőt, mi önmagunkat adjuk, amikor ott vagyunk, és önmagunkból adunk. Hogy kell elképzelni azért az önök munkáját? Tehát akkor, amikor bekerül egy gyereke a kórházba, akkor önök hogyan lépnek a képbe, hogyan lépnek közbe? Van egy beosztásunk, illetve mindenki, amikor ráér az önkéntesek közül, akkor megyünk foglalkozást tartani. Nekünk is van egy saját egyenruhánk, egy ilyen nagyon vidám, mosolygós, narancssárga köpeny, amire egy ilyen szép kis mosolygós figura van hímezve. Tehát már a jelenlétük is jó kedvre derít. Így van, tehát ez volt a cél ezzel a köpennyel, hogy egyáltalán egy kicsit más legyen. Tehát ez a mi belépünk. És onnantól kezdve pedig ugye engedélyt kérünk arra, hogy játszhassunk a gyermekkel, természetesen ezt meg szokták engedni, mind a gyerkőcök, ugye mind a szülők,
és ekkor lépünk mi a színre. Tehát nem úgy, hogy igényelni kell az önök jelenlétét, nem. Meg ilyenek, hanem folyamatosan, másmi. Minden hétről hétre ott vagyunk, és igyekszünk egy héten többször bejutni a kórházba. Időnk, ahogy engedi. Uh-huh. Ugye mondta, hogy az önkénteseink, és akkor most én ebbe a szóba kapaszkodnék, hogy a nyíregyházi szervezetnek hány önkéntese van? Most jelen pillanatban 15-en dolgozunk. Ebben a 15 emberben vannak olyanok, akik még nem régen jelentkeztek, illetve vannak, akik már évek óta, 5-6 éve itt vannak nálunk. Akik 5-6 éve vannak, körülbelül egy 7 fő. És nagyon örülök neki, hogy ők velünk vannak, nagyon értékelem a munkájukat, nagyon nagy segítség mindenki. Ők hogyan csatlakoztak önökhöz? Nagyon. Hát inkább akkor arra lennék kíváncsi, hogy az életnek mely területén, tehát hogy milyen munkát végeztek, főként pedagógusok? Nem, nagyon változatos, tehát nem csak pedagógusok vannak nálunk, vannak akik kereskedelemmel foglalkoznak, vannak akik magánvállalkozók, vannak természetesen pedagógusok is, de nagyon széles körül. Van, aki már nyugdíjas, és úgy segít. Tehát nagyon változatos, igen, tehát nem kikötés, hogy csak pedagógus lehet. De gondolom azért lehet, tehát valamilyen belépési rendszer van, hogy hogyan lehet önökhöz belépni. És akkor itt már ezzel a kérdéssel rá is térnék arra, hogy önkéntesekből gondolom sosem elég. Így van. Tehát, hogy szívesen fogadják akkor az önkénteseket. Így van. Tehát én hozzánk úgy lehet jelentkezni, hogy van egy jelentkezési lap, amit a mosolygókórház.hu honlapról le lehet tölteni. Az bekerül az országos koordinátorunknak a rendszerébe, és ő továbbítja a helyi koordinátorok felé. Illetve ezen a honlapon rajta van, hogy mi az itteni elérhetőség, a nyíregyházi, telefonszámmal, e-mail címmel együtt, ahogy meg lehet találni engem. Ez mennyi idős elfoglaltságot jelent, hogyha valaki szeretne önökhöz csatlakozni? Egy héten? Egy héten? Egy héten általában egyszer jönnek, hivatalosan másfél óra. Gyakorlatilag ebből rendszerint kicsúszunk. Mert mikor belelendülünk a játékba, akkor elfeledkezünk az időről. Tehát ott mind a gyermek, mind mi elfelejtjük az időt. Annyira jó hangulatot sikerül generálni szinte hétről hétre, napról napra akár, hogy tehát ez nagy öröm, és eltelik az idő pillanatok alatt. Tartanak egyébként valami tréninget egymás között, hogy milyen játékokkal foglalkozzanak egyáltalán, hogyha mennek a gyerekekhez? Természetesen vannak képzéseink, most hétvégén is lesz például egy képzésünk a Burattinó Bábszínháznál, ahol megtanulunk egy kicsit jobban bábozni, improvizációs bábjátékokkal. Uh-huh. És ha jól tudom, akkor rendezvényeket, jótékonysági akciókat is szerveznek annak érdekében, hogy egy kicsikét jobb anyagi kondíciójuk legyen, hogy a gyerkőcök is érezhessék ennek az áldásos hatását. Így van. Tehát ugye mivel egy alapítványról van szó, ezért jó részt támogatásokat veszünk igénybe, amit nagyon-nagyon hálásan fogadunk. Most itt helyi szinten is lesz majd a közeljövőben egy ilyen rendezvény, amit a Zöldkerék Alapítvánnyal együtt szervezünk, aminek az lesz a lényeg, hogy elmegyünk közösen biciklizni, és fogunk kérni egy színezőt és egy doboz színes ceruzát, amit aztán pedig majd szétoszthatunk a gyerkőcöknek, akik a kórházban fekszenek. Igen, adáson kívül már nevettünk egyébként ezen egyet, hogy azért nincsenek akkora hatalmas igényei az alapítványnak. Tehát egy színes ceruza, de természetesen többet is szívesen fogadnak. Így van, többet is szívesen fogadunk, illetve országos szinten is zajlik most egy adománygyűjtő kampány, ez pedig a mosolyló akció, ami remélhetőleg hamarosan Nyíregyházára is ellátogat. Igen, hát önöknek az az előnyük, hogy ugye egy országos alapítványról van szó, szóval egy országos kezdeményezéshez is be tudnak csatlakozni. Hogyha valaki úgy érzi, hogy szívesen csatlakozna önökhöz, kinek javasolja egyáltalán az, hogy csatlakozzon? Mindenképpen annak, aki türelmes, szeret játszani, és szívesen fordul a gyerekekhez. Ez a legfőbb. Természetesen más
jó tulajdonságokkal is kell rendelkeznie, például nagyon jó csapatjátékos legyen, hiszen mi mindannyian egy csapatban dolgozunk. Ezt szoktam hangsúlyozni, hogy nem egyéni akciókat szervezünk, bár az is nagyon jó, de nagyon fontos, hogy egymásra mi csapattagok tudjunk figyelni, és együtt dolgozzunk. Akkor sokkal hatékonyabban tudunk egy foglalkozást is megtartani, illetve hosszú távon működni. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen én is.